az örökkévaló Marika királynő immár sehol, és a fekete kések éjszakáján Godwin elsőként esett el. Hamarosan Marika utódai, kik mind félistenek, a gyűrű szilánkjaiért küzdenek majd egymással, s a hatalom iránti őrületük váltja ki majdan a nagy törést. Az Elden Ring világa egy óriási, sokszor lenyűgöző motivumrendszerrel rendelkező világ. A játék történetére sokan panaszkodnak, hogy túl zilált, mégis érdekes háttérsztorikat találhatunk sok szereplőről. Ilyen volt Marika királynő is. Felteheted a kérdést magadban. Kicsoda Marika királynő, és miért hangzik el a neve olyan sokszor a játékban? Ebben a videóban elmesélem neked, hogy kicsoda is Marika királynő, és milyen fontos dolgok kötődnek az ő nevéhez az Elden Ring világában. Tarts velem, és iratkozz fel a csatornámra! Marika királynő az Elden Ring egy háttérszereplője. A játék rengeteget hivatkozik rá, viszont ő maga fizikailag nem jelenik meg a játékban. Marika királynő az örökkévaló, a köztes földek jelenlegi uralkodója, és az ősgyűrű, azaz az Elden Ring szétszúzója. Gyermekei mind félistenek, kik hatalmas erővel bírnak, és a gyűrű széttörését követően mind a gyűrű erejét kutatják szüntelenül. Marika királynő nagy reményeket fűz hozzánk, hogy továbbra is küzdjünk, az örökkévalóságig, mondta ezt Sir Gideon Ofnir. Marika eredetileg Numen földjéről származott, birodalmi származású volt, aki egy külső isten a nagyobb akarat segítségével a köztes földek uralkodójává emelkedett. Ami különleges Marika személyiségében az az, hogy volt egy férfi énje is, akit Radagonnak hívnak. A történetből nem derül ki pontosan, hogy igazán milyen kapcsolatban állnak ők egymással, viszont közös létezésük sokkal inkább hasonlít mai szakszóval nevezett skizofréniára. Uralkodása lépésekor ajándékként egy árnyékot kapott, féltestvérét, akit Malekithnek neveztek, a játékban úgy találkozhatsz vele, mint Malekith a fekete penge. Isteni hatalmát megszerezve Marika hitveséül fogadta Godfrey-t, aki így a köztes földek első ura lett, akár úgy is mondhatnám, hogy az első Elden Lord. A játékban a főszörnyek és szilánkhordozók megölésekor egy úgynevezett hatalmas rúna gazdájává válunk. Ezen rúnák egyikét viszont sosem szerezhetjük meg, a bevégeztetett halál rúnáját Marika eltávolította az ősgyűrűből, az pedig szolgájára Malekithre bízta. A későbbiekben Marika hitvesével Godfrey-val vezényelte a köztes földek hódítását, megtámadva a szomszédos királyságokat, hogy kiterjessze a nagyobb akarat befolyását. Az egyik ilyen háborút a tűzóriások ellen vívták, kik végső vereséget szenvedtek, amikor Marika megölte bukott istenüket. A győzelem hiába volt édes, Marika nem tudta eloltani a romok lángját a hegycsúcsokon, amely hatalmas fenyegetést jelentett az ősvára, ezért az utolsó óriást elátkozta, hogy az örökké a lángot vigyázza. Ekkor már az ősva a leghatalmasabb a köztes földeken, Marika és Godfrey pedig együtt uralkodnak, gyermekeik születnek, köztük Godwin, Morgoth, az Omen király és az ő ikertestvére Mog, a vérura, viszont gyermekeikből az utolsó kettőt a főváros föld alatti világában bújtatták és mágiával kezelték, lévén átkozott ómenként születtek, ami az Elden Ring univerzumában sem jelentett jót. Ebben az időben Marika maga is összeesküvésbe kezdett a nagyobb akarat ellen, valószínűleg kiábrándult az aranyrendből, amikor rájött, hogy ez nem volt olyan jó indulatú, mint ahogy kezdetben hitte. Erre készülve mindenki tudta nélkül szándékosan megvonta a kegyelmet Godfrey-tól és a rokonaitól, s létrehozta a megfakultakat abban a reményben, hogy megerősödnek háború esetén, és ha meg is halnak, akkor vissza tudnak térni az élők világába. Az angol nyelvből eredő tarnished, azaz megfakult, tisztátalan szó arra utal, hogy hősünk minden megölt ellenség után lelkeket gyűjt magának az elesett ellenségekből, kicsit élősködő vagy vámpír analógiája van az egésznek, ezért érthető, hogy ami élettelen, az megfakult, azaz szintelen. Miután Godfrey-t száműzték a köztes földekről, Marika másik felét Radagont fogadta férjül és királytársának. Radagonnak már több gyermeke is született Rennel a királynőtől a Carrion királyi családból, viszont Marika Radagonhoz való eljegyzése után Marika félisteni státuszba emelte gyermekei. Marikának és Radagonnak ikergyermekei születtek, Malinia és Mikila,
akik Marikánhoz és Radagon lányához, Rannihoz, a Hold hercegnőjéhez hasonlóan isteni hatalommal bírtak, így Marika lehetséges utódai voltak. Mivel azonban az ikrek valójában egyetlen isten gyermekeikét fogantak, mindketten elátkozva születtek. Malenia testrészein rothadó sebek jelentek meg, míg Mikilla örök gyermekkorra kárhoztatott. A fekete kések éjszakájaként elhíresült eseményen egy orgyilkos csoport, akik mindannyian numeni nők és Marika társai voltak, csaptak le a királyi fővárosra. Malekithtől ellopták a halál rúnáját, erejével pedig több félistent is megöltek, köztük Godwint, Marika első gyermekét. Nem sokkal ezután Marika végleg szembefordult a felsőbb akarattal. Felemelte a kalapácsát és összetörte az Elden Ringet. Közben másik énje, Radagon igyekezett azt megjavítani, ám nem sikerült neki. A felső bakarat nem tudott Marikától megszabadulni, mivel ő volt a tárolója, ezért az ősvába zárta Radagonnal együtt, így ő és Marika ismét egy testen osztoztak. A gyűrű töredékek a széttörés pillanatában nagy rúnákká hasadtak, és a köztes földek különböző pontjaira jutottak, mindahova kerültek, ott konfliktust indítottak Marika gyermekei között, hogy ki legyen a jogos utód. Marika most is bilincsben vár elzárva az ősvában, gyermekei pedig örökké háborúznak, míg meg nem állítja őket valaki, aki a következő ura lehet a köztes földeknek. Remélem, hogy tetszett ez a rövidke kis videó és összefoglaló elsőként is Marika királynőről. Tervezek még hasonló tartalmakat minden egyes szereplőnek a háttértörténetéről. Addig is kattints a feliratkozás gombra, és találkozzunk a következő videóban.